Nyíregyháza megyei jogú város polgármesteri hivatal hatósági főosztály közterület felügyelete arra tájékoztatja a város polgárait, hogy 2022. szeptember 5-től figyelemfelhívó akció keretében megkezdik a házszámtáblák meglétének ellenőrzését. A megállapított házszámokat a helyi önkormányzati rendelet értelmében az ingatlan tulajdonosának kell a közterületről jól látható módon az ingatlanon feltüntetni, melynek elmulasztása a közigazgatási eljárást vonhat maga után. Erről beszélt televíziónknak Bodrogi László, közterület felügyelet felügyeletvezető. Hétfőtől szeretnénk elkezdeni ezt a fontos akciónkat. Ugye ezt elkezdjük járni a város szisztematikusan, minden utcát végig fogunk járni, és ahol nincs kitéve házszámtábla az épületre, ott fogunk egy értesítőt bedobni, és szeretnénk felhívni ezzel a tulajdonosnak figyelmét arra a kötelezettségére, hogy mindenkinek jól látható helyre ki kell helyeznie a házának a házszámtábláját. Ugye erre most azért is van igazából nagy szükség, mert október 1-től indul az országos népszámlálás, valamikor elindulnak a népszámláló biztosok is, és ugye, hogyha valahol nincs házszámtábla, azért az nekik nem egy segítség. Ez az egyik gondja. Másik pedig ugye van egy helyi rendeletünk, amely ez kötelezettségé teszi mindenkinek, hogy ki kell helyeznie a házszámtáblát a ingatlanára. Azt is tudni kell, hogy az önkormányzat ugye hosszú évek során ugye az egész várost feltérképezte, ahol szükséges volt, ott újra számozta az ingatlanokat, és gyakorlatilag most minden olyan ingatlan ugye újra van számozva, amely eddig nem volt szám, vagy egy utcában ugye volt olyan utca, ahol mondjuk több házszám is volt ugyanaz azokon az ingatlanokon, amelyeken ez így alakult ki. A közterület felügyelők az ellenőrzésük során első ízben csak figyelmeztetik az ingatlanok tulajdonosát a házszámtábla pótlására. Nyíregyháza megyei jogú város önkormányzata a város teljes területére kiterjedő házszám felülvizsgálatot végzett az elmúlt években. Ennek eredményeként a város ingatlanjai túlnyomó többségén a házszám megállapítása megtörtént. A megállapított házszámok területrészenkénti bontásban utcánként megtekinthetők, a jegyzői hatáskörben hozott határozatok ügyfélfogadási időben a polgármesteri hivatal igazgatási osztályának ügyfélszolgálatán tekinthetők meg, előzetes időpontfoglalás mellett, vagy pedig telefonon és e-mailben is lehet érdeklődni.